A Grundfoci sulinál az óvodás korosztálytól a felnőtt csapattal bezárólag közel 150-en rúgják a labdát. Az egyesület részese a Bozsik programnak, emellett a vezetők mindent megtesznek azért, hogy a nyári időszakban is elfoglaltságot biztosítsanak a gyerekek számára. Az elmúlt hetet 39, 9 és 14 év közötti futballista palánta Gáva Vencsellőn töltött egy focitáborban. A felnőtt csapat és a Gáva Vencsellő között jó a kapcsolat. Ugyanúgy a Gáva Vencsellő a Bozsik programba, a csoportomba tartozik, tehát ez már mélyebb ez a barátság. Ők hívták fel a figyelmet arra, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy kialakítottak itt egy gyermek- és ifjúsági tábort, ami nagyon jó körülmények között lehet táboroztatni a gyerekeket. És én kijöttem, megnéztem, és úgy döntöttem, hogy igenis nagyon jó körülmények vannak itt. Annál is inkább, mert a pálya az használható, tehát a felnőtt, ahol meccseket játszik, azt birtokba tudtuk venni délután, úgyhogy itt a tábor területén van kis pálya, ahol ha nem bírálnak a gyerekek magukkal, akkor még az energiát le tudják vezetni. Tetszett az, hogy három szoba van, tehát nem két ágyas szobák, hanem a közösség fejlesztése szempontjából ez nagyon jó volt. A Grundfoci suliban azok a gyerekek is játék lehetőséget kapnak, akik magasabb szinten nem rúghatnak labdába, a legtehetségesebbek számára pedig lehetőség van az előrelépésre. Én egy nagyobb szinten szeretnék játszani, legyen az például magyar első osztály, és akár feljebb is, kapus vagyok, és a példaképen most jelenleg Casillas. A Grundfoci suli fiataljai három játékos kivételével, akik július közepén már a Bozsik Akadémián kezdik el a felkészülést, július végéig pihenőt kaptak. A megyei másodosztály rakamasztakarék csoportjában szereplő felnőtt csapat tagjai pedig a jövő hét elején találkoznak majd a szezon első edzésén.